Már javában dolgozik az a speciális nádvágó eszköz, amivel a nádast gyérítik és vágják a városi tavakon. Győrszó ZRT koordinálásában folyamatban van a városi tavakon a nádvágás. A nádvágást azért szükséges tél végén, legkésőbb tavasz elején elvégezni a városi tavakon, mert ez a szakszerű beavatkozás jelentősen lassítja a tavaknak az eliszaposodását, és hozzájárul a nád visszavágása ahhoz, hogy tavasszal, amikor az igazán jó idő megérkezik, akkor a nád szépen újult erővel hajt ki, és összességében szebb képet mutat majd a vízparton. A tavak szélét már szinte teljesen benőtte a nád, ettől szabadította meg az a speciális eszköz a vízpartot, amivel a munkálatokat végzik. A speciális gép két városi tavat már megtisztított, és ha az időjárás is kedvezően alakul, akkor folytatják tovább a munkákat. Az adivárosi 1-es számú tavon és a szabadhegyi 2-es számú tavon már vége felé jár ez a munka, és ezt követően pedig a szabadhegyi 3-as számú tavon fog dolgozni az a speciális munkagép, amelyet nevezhetünk egy kétéltű gépnek is, hiszen mind vízen, mind pedig szárazföldön önjáró módon tud dolgozni. Ennek a gépnek az elején van egy vágó szerkezet, amelyet a gépkezelője a víz alá merít, és a víz alatt megtörténik a nádnak a levágása. A nem kevésbé meredek rézsűn már levághaja ez a gép a nádat, ahol viszont nagyon meredek rézsű van, található ilyen például az adivárosi 1-es számú tónál, a bolt felüli oldalon, ott pedig motoros kézikaszával szükséges elvégezni a beavatkozást. A munkálatokat fontos elvégezni, hiszen ezzel a tavak ökoszisztémáját tartják fenn. A nádat nem vágják ki teljesen, több helyen foltokban megmarad, hogy az itt élő állatok menedéket, lakhelyet találjanak benne. Győrszó ZRT úgy végezteti el ezt a munkát, hogy a tavaknak a biológiai egyensúlya a helyén maradjon. Ez pedig annyit jelent, hogy nem történik meg a nádvágás teljes felületen a parton, hanem több helyen, pici foltokban, a madarak és egyéb élőlények számára megmaradnak nádfoltok, de természetesen a nagyobb részen le van vágva a nád. A levágott nádszálakat a gépezet a partra halmozza, az itt felgyülemlett zöld hulladékot pedig a szolgáltató munkatársai gyűjtik össze és szállítják el.